Jó estét kívánok, köszöntöm a közügyek nézőit. Nézzük, mi minden lesz a mai műsorban. Nem lesznek tavaszra parlamenti választások. Ezt elemezzük, hogy miért uniós támogatások távlatai Szerbia számára. Nemzetközi konferenciát tartottak a témában Újvidéken. Mérgező anyag van-e a fiskális számlákon található festékben, ennek is utána jártunk. A határon túli tudósítóknak kiemelt szerepe van a magyar közmédiában, nyilatkozta Vasili Miklós, az MTV a vezérigazgatója tévénknek. A Kárpát-medencében élő magyarok életét mutatták be azok a filmek, amelyek a Filmszemle díjazottai között voltak. Itt van a Kincses láda is. Ezekkel a témákkal jövünk mindjárt. A Szerb Haladó Párt főbizottsága szombati ülésén úgy döntött, 2018 tavaszán nem lesznek előrehozott parlamenti választások, csak a belgrádi helyhatósági választásokat tartják meg. Korábban Alekszandar Vučić és a Szerb Haladó Párt más tisztségviselői is felvetették a rendkívüli parlamenti választások megtartásának lehetőségét jövő márciusban. "500 igen és csak 4 nem szavazattal a főbizottság úgy döntött, hogy csak belgrádi helyhatósági választások lesznek", jelentette ki Maja Gojković, a Szerb Haladó Párt elnökségének tagja az ülést követően, hozzátéve, ez a lehető legjobb döntés Szerbia számára. Alekszandar Vučić korábban a párt főbizottságának ülésén azt mondta, megítélése szerint a belgrádi választásokat márciusban, a parlamenti választásokat pedig akkor kell tartani, amikor az ideje van. "A moj predlog za vas je da mi idemo samo na moj predlog je. Iako razumem sve razloge drugih ljudi, pa ćemo se o tome izjašnjavati, da se naravno da predsjedništvo mogućnost da eventualno donese i drugačiju odluku, ali da suštinski u ovom trenutku jasno saopštimo javnosti da imamo samo redovne gradske izbore, da ćemo na parlamentarne izbore ići kada im dođe red i da ćemo na tim redovnim gradskim izborima da se pohvalimo našim rezultatima i da govorimo o projektima za budućnost, pa iako izgubimo, nije strašno da izgubimo." A Szerb Haladó Párt legnagyobb koalíciós partnere, a Szerbiai Szocialista Párt üdvözölte a haladók főbizottságának döntését. "Kad o svemu ovo govorim, kad govorim o ekonomskim reformama koje nas čekaju, o tome šta sve moramo da uradimo u narednom periodu, o tome koliko moramo dalje da radimo na ekonomskim reformama i pre svega u napređenju životnog standarda građana, sigurno je da je odluka da nema vanrednih parlamentarnih izbora jedan doprinos političkoj stabilnosti." Az ellenzéken belül eltérő nézeteket hallottunk, miért döntöttek amellett a haladók, hogy mégse legyenek választások márciusban. A Demokrata Párt szerint a Szerb Haladó Párt és elnöke csak áltatták a szerbiai választókat azzal, hogy kiírják a parlamenti választásokat, amit egyáltalán nem állt szándékukban megtenni. Az Elég Volt mozgalom szerint a nyugat nem engedte meg Alekszandar Vučićnak, hogy megvalósítsa tervét a parlamenti választások kiírásáról. A Dvéri mozgalom vezetője szerint pedig Vučićnak nem lehet hinni, amikor a parlamenti választásokról beszél, hiszen már több alkalommal eljátszotta hitelességét a választópolgárok előtt. A közügyek vendége Stantić Sebastian politológus. Jó estét kívánok! Jó estét! Miért volt szó tehát arról, hogy lesznek, és aztán végül miért nem lettek? Miért döntöttek úgy, hogy ne legyenek parlamenti választások tavaszra? Az én véleményem szerint a gazdasági és politikai reformok idején talán a gyakori választások nem egy szerencsés döntés, hiszen láthatjuk például Olaszország példáján, ami egy regionális állam, hogy a politikai instabilitás és a gyakran változó kormányok mennyire elnehezítik még egy hatalmas gazdaságnak is önnek, mint Olaszország a fejlődését, illetve a dinamikus növekedését. És akkor nem is említve Szerbiát, ami egy véleményem szerint még mindig egy átmeneti időszakban lévő állam, egy tranzícióban lévő állam, egy változás közepében lévő állam és gazdaság,
Tehát én mindenképpen a gazdasági reformok szempontjából nem tartottam volna szerencsés döntésnek. De miért van az, hogy ennyire jelen van a közbeszédben, állandóan ott lebeg a rendkívüli választások lehetősége? Hát az elmúlt időszakban, mióta haladó párt domináns pozícióban van a szerbiai politikai életben, láthatjuk azt, hogy elég gyakoriak voltak a választások. Mondhatni azt, hogy egy folyamatos kampányban voltunk, vagyunk, és talán leszünk is. Talán ez most egy fordulópontot jelentette, vagy jelenthet ez a belgrádi választások, hiszen ez az első alkalom, amikor Alexander Vučić nem lehet listavezető, illetve nem lehet rajta a listán, kivéve természetesen, hogyha megválik köztársaság elnöki funkciójától. Vannak ennek valós okai, tehát indokolt-e az, hogy ilyen gyakran a szóbeszéd tárgya az, hogy rendkívüli választások lesznek? Hát azt, hogy indokolt-e az, hogy a szóbeszéd tárgya, tehát hogy ennyire benne van a mindennapi életünkben, mindennapi diskurzusban, azt nem tudom, viszont hogy indokolt-e magát, és nem is tartom szerencsésnek. Úgy gondolom, hogy egy ilyen országban, mint Szerbia, ami ilyen körülményekben és között is ilyen helyzetben van, nagyon fontos a politikai stabilitás, és az, hogy az általános ciklusokat betartsuk, tehát hogyha nincsen nagyobb politikai krízis, akkor 4 évente tartsunk, illetve 5 évente tartsunk választásokat az adott intézményekre. A jelen pillanatban kinek, melyik politikai opciónak kedveznének a parlamenti választások? Hát föltételezhetjük, hogy a haladó pártnak nem kedvezményeznének, hiszen akkor megtartottuk volna őket. Erre nagyon nehéz válaszolni, hiszen a jövőbe látni, illetve választási eredményeket megítélni, azt, hogyha valaki tudja, akkor azt jó pénzre el tudja adni a külföldi nagykövetségeknek, de hát szerintem leginkább talán, tehát mindenféleképpen úgy gondolom, hogy a haladó pártnak nem kedvezményeznének. Talán esélyt látnák arra, hogy a szocialista párt kicsit megerősödjön, illetve hát leginkább szerintem nekik kedvezményeznének. A fővárosban viszont megtartják ugye a helyhatósági választásokat. Ennek milyen szerepe van a politikum alakulásában? Figyelembe kell vennünk azt, hogy Belgrád mind gazdaságilag, mind lakosságilag Szerbiának egy nagyon jelentős része. Tehát a szerbiai gazdaságnak szerintem lényegében 1/3, lehet, hogy 40%-a is Belgrádban van, illetve a lakosságnak is mondhatjuk azt, hogy 20-30%-a Belgrádban él, és hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor látjuk, hogy kiemelten jelentős a belgrádi választások eredménye. Ez azt jelenti, hogy ha a belgrádi választásokat nem a haladó párt és esetleges koalíciós partnerei nyernék meg, akkor ez változásokat hozhatna szerbiai szinten is? Valamennyire a mindennapi diszkurzusba biztos belekerülne, viszont intézményes szempontból nem szükségszerű. Tehát attól, hogy Belgrádban más a fővárosi önkormányzati vezetés, az nem azt jelenti, hogy a kormánynak meg kell buknia, vagy a köztársaság elnöknek le kell mondania. Megkérdőjeleződhet az ő legitimitásuk, viszont a törvények, illetve az intézményes dizájnból, intézményes struktúrákból nem kell, hogy kihatással legyen rá. A szerbiai szocialista párt jelezte, hogy lehet, hogy közös jelöltet állít a haladókkal. Ön mit gondol ennek, mekkora a valószínűsége Belgrádban? Valószínű lehet, de hát mindig is tudjuk azt, hogy a kisebb pártok, amikor egy ilyen arrangementba belemennek, akkor egyrészt a saját identitásukról is lemondanak. Ezt a érdekes kérdés az, hogy a szocialista párt miért lenne egy ilyen lépésre hajlandó, hiszen úgy gondolom, hogyha esetleg a jövőben a haladó párt mondjuk nem nyerne meg bizonyos választásokat, akkor a szocialista párt lenne az, aki talán egyszer a helyükbe tudna lépni, hiszen ők most a második legerősebb párt az országban. Köszönöm, hogy a Közügyek vendége volt. Köszönöm a meghívást.
A határon átnyúló együttműködés új lehetőségei a Balkánon. Ezzel a címmel tartottak ma nemzetközi konferenciát Újvidéken. A konferencián egyebek között arról a jogi keretről is szó esett, amely azt hivatott biztosítani, hogy az állami szint alatti hatalmi szintek, elsősorban a régiók, az önkormányzatok és a települések milyen módon tudnak a határon átnyúló regionális együttműködésben részt venni. A nemzetközi konferencia az európai területi társulások tapasztalatcseréjéről szólt. Nagyon fontosnak tartom ezt a konferenciát elsődlegesen Szerbia számára, főleg ami határon átnyúló együttműködéseket illeti, tehát olyan témákról beszélünk, amik viszonylag specifikusak, lehet, hogy sok embernek ez nem is nem tűnik majd fontosnak, viszont nagyon fontos, tehát a regionális együttműködések, illetve a határon átnyúló együttműködéseknek az egyik alapkövét próbáljuk lefektetni, illetve a jogi hátterét próbáljuk megteremteni Szerbiában. A Magyar Igazságügyi Minisztérium támogatásával a CESZ intézet kutatásokat végzett arra vonatkozóan, hogy Szerbia esetében melyek azok a területek, amelyek elősegíthetik az európai területi társulások minél hatékonyabb megvalósítását. Magyarország számára rendkívül fontos Szerbia Európai Uniós csatlakozásának az elősegítése. Ez a mai konferencia is azt szolgálja, hogy ezeket a tapasztalatokat átadhassuk Szerbia számára. A kutatás során, amelyet a CESZKI végzett, közel 250 olyan jogszabályt vizsgáltak meg, amely a határmenti együttműködést elősegítheti. Nagyon fontos ez a mai konferencia, hiszen az állampolgárok mindennapjait érintő adminisztratív kihívásokra adhat választ az európai területi társulások megvalósításával. Gyakorlati példaként a mentőautók határon át való jutását segítheti, adminisztratív kérdéseket, a diplomák kölcsönös elismertetésének elősegítését. Számos szakember jött az Európa Tanácsból, és úgy gondoljuk, hogy a mai tapasztalat rendkívül fontos lesz Szerbia számára. Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMS elnöke egyebek között a madridi konvenció fontosságát helyezte előtérbe, amelyet Szerbia 36 évvel annak megkötése után 2016-ban ratifikált. Mi számunkra ez nem egy elméleti jogi kérdés, hanem egy életszerű kérdés, mert mi a határ mellett élünk, a határok mellett élünk, a mi településeinknek nagyon élő kapcsolataik vannak a határ más oldalain levő településekkel, nem csak Magyarországra gondolok itt, hanem például Romániára is. Ezért nekünk elemi érdekünk az, hogy az önkormányzataink, a településeink egy ismert jogi keretben szabadon tudjanak mozogni, és szabadon tudják építeni az együttműködésüket. Van egy közvetlen kiváltó oka is ennek a kérdésnek a fontosságának, az pedig a három ország területén lévő önkormányzatok együttműködésére vonatkozik erre, az úgynevezett EGTC-re. Az EGTC-t pár évvel ezelőtt 37 magyarországi, 37 Románia és 8 vajdasági önkormányzat hozta létre, amikor a mi önkormányzataink engedélyt kértek a minisztériumoktól, illetve az itteni kormánytól az együttműködésben való részvételre, akkor elutasító véleményt kaptak, mert hogy hiányzott az a jogi keret, ami szabályozná ezt az együttműködést, ezért onnantól kezdve ma is még megfigyelő státuszban vannak ebben az együttműködésben jelen. A mi számunkra azért fontos a jogi keret megteremtése, egy különálló törvénynek a meghozatala, hogy önkormányzataink teljes kapacitásban és teljes biztonságban tudjanak együttműködni. A konferencia elsődleges célja mindenek előtt a határmenti települések közötti gazdasági és társadalmi kapcsolatok erősítése. Emelték ki a szervezők. Magyar Kanizsán a kultúra és az idegenforgalom területén valósult meg eddig a legjobb együttműködés, ami az Európai Uniós pályázatokat illeti. A részletekről Molnár Makai Krisztinát, a Magyar Kanizsai ICR igazgatóját kérdezem. Üdvözlöm a műsorban. Jó napot kívánok. Mit kell tudni ezekről a pályázatokról, tehát milyen részleteket tudunk?
Magyar Kanizsának valóban igen szép és eredményes múltja van, ami az Európai Uniós pályázatok írását és megvalósítását, sikeres levezetését illeti. Több éves múltra nyúlik ez már vissza. Itt elsősorban az IPA határon átnyúló együttműködési programokra gondolunk, ahol az Európai Unió Szerbiának még egyenlőre olyan úgynevezett soft projekteket hagy jóvá, ahol túl nagy infrastruktúrális beruházásokra sajnos nem számíthatunk. Viszont, ahogy ön is említette, a művelődés, a környezetvédelem, a sport és ifjúság területén már igen szép eredményekkel zárultak bizonyos projektjeink. Itt gondolok elsősorban a Magyarország-Szerbia és Románia-Szerbia határon átnyúló együttműködési programokra, ahol az eszközbeszerzésen túl nagyon szép kiadványokat, tanulmányutakat és egyéb dolgokat tudtunk megvalósítani az EU-s pénzekből. Egyenlőre most kivárásos helyzetben vagyunk, ugyanis 2017. január 31-ével zárult a legutóbbi IPA Magyarország-Szerbia együttműködési program keretén belül a projektek átadása. Magyar Kanizsa részéről itt több mint 10 projekt vár elbírálásra, és hogyha minden igaz, akkor november hónap végén vagy december elején ezek a programok el is bírálódnak, és megtudjuk, hogy melyek azok a projektek, amelyekkel sikeresen tudunk indulni a következő évben. Ami a közeljövőt illeti, az viszont a Románia-Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program, amire most várunk, és valószínűleg, hogy valamikor február végével fejeződnek majd be a projektek átadásai. Mi mindenre van szükség ahhoz, hogy egy pályázatot megírjanak, átadjanak, tehát kik pályázhatnak, hogy így kérdezzem? Ezek a programok elsősorban a non-profit szervezeteknek, illetve a önkormányzatoknak, helyi közösségeknek vannak kitalálva, őket célozzák meg. Itt elsősorban tudni kell azt, hogy maga a finanszírozása egy-egy projektnek utófinanszírozás jellegű, vagyis a szervezet, aki pályázik, annak rendelkeznie kell egy bizonyos önerővel, és önrészt is kell biztosítania egy-egy projekthez. Amennyiben tudjuk a financiális részt biztosítani, abban az esetben a másik legfontosabb tényező, hogy angolul tudó kollégák, illetve szakemberek írják meg ezeket a pályázatokat, ugyanis Szerbia esetében még csak angolul lehet átadni a projektjavaslatokat. És milyenek a kritériumok? Tehát kérdezem itt azokat, akik ugye most szeretnének pályázni a jövőben, mire van szükségük ahhoz, hogy sikeresen pályázzanak? Nagyon jól átgondolt projektötletre van szükség, nagyon jól átgondolt költségvetési részre van szükség, és természetesen ezek a költségek minden esetben reálisak kell, hogy legyenek. Az aktivitásoknál és a projekt ötletnél is mindig tartanunk kell magunkat a kiíráshoz, illetve az Európai Uniónak a célkitűzéseihez. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Már a számla is rákkeltő lehet? Az elmúlt napokban kapta fel a bisphenol A témakörét a szerb sajtó. De hogy mi is ez a vegyület, és mi köze ehhez a fiskális számlának, ennek jártunk utána. A bisphenol A-t sokszor használják hőpapírok adalékanyagaként. Erre Szerbiában is találtak példát, ez az anyag az EU-ban lassan már egy éve szerepel, a különös aggodalomra okot adó anyagok listáján. Legfőképp több szénatomos műanyagok, mint például a PVC előállításához használják, ezért az olyan tárgyakba is kerül belőle, mint a műanyag palack, vagy a bolti számlákhoz használt papír előállításánál. Ebből adódóan elkerülhet a vele való mindennapos érintkezés. Környékünkön mégis kevesen vannak tisztában ezzel a kockázattal. Ja nem tudom, hogy van, de imádom, hogy van.
A biszfenol A negatív következményeit leginkább testünk hormonháztartása érzi meg, hiszen ez a nőknél hüvei és méhnyak betegségeket is előidézhet. Ez azért fontos probléma, mert szervezetünk hormonális rendszerét megzavaró anyagokból egészen kis mennyiségnek is lehetnek súlyos következményei. De például a szemünket is károsíthatja, ami mondjuk akkor is előfordulhat, ha a számla átvétele után vakarjuk meg szemünket. Ki kell tiltani az ilyet. Ennyi a véleményem. Én így is beteg vagyok, úgyhogy nekem már nem hiányzik, hogy még kapjak valami fertőzést vagy betegséget. Pa, akkor ima, onda treba to ugasztilnek, akkor skloniti. Akkor ima. Etoliko ja znam. Szerbiában a különböző veszélyes vegyi anyagokat jogi szempontból listákra soroljuk. A hazai közegészségügyi intézet illetékesei szerint az adott anyag egészségkárosító hatását több tényező is befolyásolja. Sőt, a különböző anyagok áthelyezése egyik listáról a másikra hosszú jogi folyamat, amely során a veszélyes anyag helyettesítését is meg kell oldani. A biszfenol A az egyik legnagyobb mennyiségben gyártott kemikália, ami az 1950-es években került kereskedelmi forgalomba. Rengeteg használati eszközben megtalálható. Szemüveglencsék, palackok, mobiltelefonok, sőt még autóalkatrészei gyártása során is felhasználják. Az elmúlt években több száz tudományos jelentés szólt arról, hogy a biszfenol A több egészségügyi problémáért is felel. Felhasználását az Európai Unióban, Kínában és az Egyesült Államokban is szigorú szabályozáshoz kötik, azonban nálunk ilyen még nem létezik. Tisztelettel köszöntöm a közügyek nézőit. Országunkban nagy port kevert az a bejelentés, miszerint állítólag mérgező anyagokat tartalmaz az a festékanyag, amelyet az úgynevezett fiskális számlák nyomtatásakor használnak. Ennek kapcsán beszélgetünk Szórád Endre vegyésszel, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium kémia tanárával. Tisztelettel köszöntöm, tanár úr. Kezdjük talán azzal, hogy mi is ez a festék, és hogy milyen hatása van az emberi szervezetre. Ez az anyag az úgynevezett biszfenol A nevű vegyület, egy szintetikus vegyület, amit fenolból, tehát egy benzol származék, fenolból állítanak elő, fenol és aceton reakciója során keletkezik ez a biszfenol A nevű vegyület, és ebből a világon mintegy 2,7 millió tonnát állítanak elő évente. Na most ez a, tudni kell, hogy az aromás szénhidrogének, tehát a benzol, mint magában is, tehát mérgező, rákkeltő anyag, így ez hatványozottan érvényes erre a biszfenol A vegyületre is, ugyanis ebben két benzol gyűrű található, tehát két aromás szénhidrogén. De mennyire veszélyes ez a mindennapokban? Mennyire hosszú idő alatt szívódik fel, illetve milyen mennyiség kell ahhoz, hogy valóban veszélyes legyen? Maga a biszfenol nagyon kis mennyiségben oldódik a vizes oldatban, illetve szerves oldószerekben. Tehát az egy állandó expozíciónak kell, hogy ki legyünk téve annak, hogy ez akár bőrön, vagy akár ételen, vagy italon köröztül föl tudjon szívódni. Az igaz erre a vegyület, hogy tehát igen, mérgező, rákkeltő hatása van neki, sőt a hormonháztartást is akár a nőknél, akár a férfiaknál megzavarhatja. Milyen anyagokban, milyen termékekben találkozhatunk még ezzel a vegyülettel? Egy nagyon fontos kiinduló vegyipari nyersanyag, ugyanis többek között a műanyagok egyik fajtájában a polikarbonátoknak az összetételében vesz részt. A biszfenol A nevű vegyületnek a nátrium sóját utána foszgénnel hozzák reakcióba, és így keletkezik a polikarbonát nevű vegyület. Gyakorlatilag egy átlátszó műanyag, nagyon sok pozitív tulajdonsága, hatása van neki, sokfelé használják, többek között készítenek belőle szemüveglencséket is, de ugyanakkor különböző élelmiszerek tárolására, tehát műanyag edényeket készítenek belőle, sőt fémkonzerv dobozoknak a belső felületét is ezzel a polikarbonát vegyülettel, tehát polimérrel bélelik, hogy megóvják a különböző külső hatásoktól, gondolok itt a savas közegre, vagy esetleg lúgos közegre. Hogyan látja akár a mindennapok embere, akár a döntéshozók köre, mennyire van tisztában ezekkel a veszélyekkel, és mennyire hajlandó védekezni ellenük?
Hát utána néztem, gyakorlatilag a műanyagok, amivel találkozunk a mindennapokban, 7 csoportban van osztva, és ezek közül a 7-es számot viselő polikarbonátok, amelynek összetételében ez a biszfenol vegyület található. Tehát ettől ezektől a műanyagoktól lehet, hogy egy kicsikét nem árt, hogyha óvakodunk. Ez a biszfenol A vegyület elsősorban melegítés hatására, tehát ha ételeket például mikrohullámú sütőben melegítjük, de akár, hogyha például ilyen műanyagban tárolunk vizet, és az autóba felejtjük, fölmelegszik, tehát hő hatására, kioldódhat belőle bizonyos mennyiségű káros vegyület, és érdemes ezért odafigyelni, hogy ilyen edényeket ne használjunk például a melegítés céljára. A különböző műanyagpalackok, műanyagflakonok ilyen szempontból mennyire jelentenek veszélyt? Legveszélyesebb a 7-es jelzést viselő palackok, amelyek gyakorlatilag polikarbonátok, mivel annak az összetételében ez a biszfenol A vegyület alapvegyületnek számít. Viszont legtöbb üdítőitalt a PET palackban, tehát polietilén tereftalátból készült műanyagban tárolják, amiben egyáltalán nincsen még nyomokban sem ez a biszfenol A vegyület. Részben még a PVC polivinilklorid előfordulhat, de szintén csak nyomokban. Összességében tehát leszögezhető, hogy az az anyag, amelyet az úgynevezett fiskális számlák nyomtatásakor használnak, valóban mérgező és káros az egészségre, de attól, hogy egy kenyér mellé mondjuk oda kerül egy ilyen számla, még nem lesz különösebb problémánk. Minden esetre érdemes odafigyelni arra, hogy hát az alapvető élelmiszerektől mondjuk egy fiskális kasszának a számláját ne kerüljön egymás mellé, tehát ne tegyük egymás mellé, de semmiképpen sem vagyunk akkora veszélynek kitéve, ugyanis egy méreg akkor számít méreganyagnak, hogyha az hosszú ideig vagyunk kitéve, tehát nagy az expozícióidő, illetve különböző más feltételek is befolyásolhatják, tehát ilyen akár lehet a közegnek a pH-ja, de attól is függ, hogy éppen nedves-e a kezem, tehát izzad-e a tenyerem, vagy sem, tehát hogy oldódik-e benne, vagy nem, és hát szerintem így nem kell azért tartanunk attól, hogy mérgezést fogunk kapni. Tanár úr, köszönöm szépen, önöknek pedig kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Szórád Endrével, az Entai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium kémia tanárával beszélgettünk. A határon túli tudósítóknak fontos szerep jut a magyar közmédia műsorainak készítésében, mondta a Pannonár TV-nek adott interjújában Vasszili Miklós, az MTVA vezérigazgatója. Az interjú a Szabadkai Palicsi tudósító találkozón készült. Az MTVA tudósítói találkozóját az idén Palicson tartották, amelyre többek között Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről, illetve Vajdaságból is érkeztek tudósítók. Itt áll mellettem Vasszili Miklós, az MTVA vezérigazgatója. Köszöntöm. Miért fontos egy ilyen találkozó megszervezése? A határon túli tudósítói hálózat elengedhetetlen része a magyar közmédia működésének. Már a médiatörvény is megfogalmazza azt a kötelezettséget, hogy a magyar közmédia számoljon be a magyar nemzet határon túl élő részeinek életéről, és ez egyben missziónk is, hogy a határon túliak eseményeit ugyanúgy bemutatjuk valamennyi csatornánkon, és eleve integráljuk a tartalmainkba határon túli magyarok életét, és azokat a tapasztalatokat, azokat az eseményeket, amelyek őket foglalkoztatják. Erről pedig nem tudnánk beszámolni a tudósítói hálózat nélkül, tehát nélkülözhetetlen a tudósítói hálózat a munkánk ellátása szempontjából. A találkozóra riporterek, újságírók, illetve operatőrök is érkeztek. Ők mit tanulhatnak egy ilyen találkozó alkalmával? Szerintem kettős hasznossága van, nyilván sok egyéb mellett egy ilyen találkozónak. Részben a budapesti kollégákkal egy közvetlen találkozás minden fél számára, amelyben meg tudják beszélni egymással a kollégák azt, hogy melyek azok az igények, amelyek a nézők számára, a budapesti kollégák szerint a legfontosabbak, hogy olyan anyagok készüljenek, amelyek mindenkinek, úgymond a Magyarországon élő magyarok számára is érdekessé és
nézetté teszik azokat a műsorokat, amelyeket a határon túliak készítenek. Tehát egyrészt van egy budapesti kollégák és a határon túliak közötti eszmecsere, másrészt pedig a határon túli különböző tudósítók is itt együtt találkozhatnak egymással, és a felvidéki, erdélyi, vajdasági kollégák egymással kicserélhetik a tapasztalataikat, megoszthatják a sikereket, vagy éppen azokat a problémákat, amelyekkel ők szembesülnek, és ezek a tapasztalatok szerintem leginkább nagyon jól hasznosíthatóak mindenkinek, mikor a saját területekre utána hazatérnek. Hogyan értékeli a tudósítói hálózat jelenlegi helyzetét? Vannak-e olyan régiók esetleg, amelyek kiemelkednek, illetve van-e olyan, amelyik úgymond elnyomás alatt van? Hogyan lehetne segíteni rajtuk? Hát nyilvánvalóan mindig vannak kedvezőbb és kevésbé kedvező helyzetben lévő egységek. A kevésbé kedvező helyzet adódhat anyagi vagy politikai okokkal. Kárpátalján nyilvánvalóan most azért keményebb a helyzet, mint a többi környező országban. Ez evidens, vagy adódhat abból, hogy esetleg nem tömbben élnek a magyarok, és nehéz megszervezni a munkát. Ez például Felvidékre lehet inkább jellemző. Erdélyben, illetve a Vajdaságban én kedvezőbbnek ítélem a helyzetet. Külön Vajdaságban a Pannon TV révén azt hiszem, hogy egy olyan partnere van a magyar közmédiának, akire igazán büszkék lehetünk, és ez az együttműködés mintaként szolgálhat a többi régió számára is. A beszélgetés végén még egy rövid kérdés. A közmédia az elmúlt években komoly fejlődésen ment keresztül. Várható-e valamilyen fejlesztés a közeljövőben? Újabb csatornákat most nem tervezünk indítani. A fejlesztések inkább arra kell, hogy irányuljanak, hogy a meglévő csatornáinkon belül a tartalmat fejlesztjük. Immár eltelt egy év az M5 elindítása óta, tapasztalatokat le kell szűrni, és ennek megfelelően kell továbbvinni például az M5 tematikus csatornát. A M4 és az M1 esetében azt hiszem, hogy a célt mindkét csatorna megfelelően teljesíti. A Duna TV-vel fogunk majd foglalkozni a következő évben, és ott új műsorokat fogunk indítani, hogy frissüljön a tartalom, és a szórakoztató része is hasonló sikerességgel legyen jelen a közmédiának, mint a többi. A vezérigazgató úrnak köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Vasili Miklóssal Dóró Alán beszélgetett Palicson. A palicsi tudósítói találkozó keretében péntek délután filmvetítést szerveztek, a pályázott alkotásokat mutatták be. Médiaházunk riporterei is több kategóriában neveztek, a vetítések egész délután tartottak, majd este került sor a díjátadó gálára. A Pannon Televízió Kincses Láda című műsora is külön díjat érdemelt ki. A szlovákiai REC filmtelevíziós műsorkészítő cég Bartók Csaba Mikulás napján Szepsi határán című bejátszását nevezte be a Kárpát-medencei tudósítói találkozó filmszemléjére. Szepsi az egy felvidéki kisváros, és a mellette levő cigány gettóba, cigány táborba van forgatva, és tulajdonképpen arról szól, hogy akinek nincsen tiszta cipője, nincsen tiszta csizmája, az ne is reménykedjen a Mikulástól semmilyen ajándékot, de mivel hogy ott térdig érő sárba jár a 7-800 jobb sorsa érdemes ott lakó, valószínűleg nekik soha az életbe nem hoz ajándékot a Mikulás, de vannak kivételek, és igazából erről szól ez a fikciós dokumentumfilm. Médiaházunk riportere Kókai Mónika a Pannon Televízió Közelkép című műsorában is látott, alkotását is megtekinthette a közönség. A kisfilm a szabadkai félmaratonról szól, amely az első volt az Északbácskai városban. Az idén szeptemberben szervezték meg az első szabadkai félmaratont, ezzel kapcsolatban készítettünk egy kisfilmet, és én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, sokan voltak, ahhoz képest, hogy első alkalommal szervezték meg, és ezt vettük fel a kollégákkal.
Amrus Attila, a Filmszemle zsűri tagja kiemelte, rövid és hosszú filmek kategóriájában nevezhettek a tudósítók az egész Kárpát-medencéből, és az alkotásokban domináltak a nagyszerű képi megoldások és a humor. Számos olyan alkotás született, amely érdekesen és izgalmasan meséli el azt, hogy hogyan él ma, aki magyar, Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, illetve Délvidéken. Szerencsére ezek a filmek nem egyszerűen csak lenyomatai azoknak a történéseknek, amelyeknek részesei vagyunk, hanem gondolatébresztőek is, hiszen nem csak a máról beszélnek, hanem beszélnek a múltról is, és előrevetítik azt is, hogy milyen lehet a Kárpát-medencében a magyar jövő. Főképp a rövid filmek kategóriájában születtek kiemelkedő alkotások, mondta el a zsűri tagja. A Filmszemlére a Kárpát-medence minden szegletéből érkeztek alkotások. Örülünk annak, hogy a külhoni barátaink, a külhoni munkatársaink nem csupán tudósításokkal szolgálják a magyar közmédiát, hiszen körülbelül 4000 filmet, illetve 4000 tudósítást küldenek évente, hanem komoly alkotásokkal is, és több alkalommal a mecenatúra pályázaton is nyertek már, és egyéb filmfesztiválokon is. Maga a filmek minősége hogyan értékelhető? A filmek, én azt hiszem, hogy megállják a helyüket bármely televízióban. A fejlődés az óriási. Megható filmek születtek, hiszen az itt élők ismerik a hétköznapokat, a hétköznapi hősöket, és róluk szól ez a fesztivál. A külhoni tudósítókra nagy szerep hárul a magyar közmédiában. Mint ahogy a szervezetben, az emberi szervezetben az idegpályák és az idegvégződések az alapjai a működésnek, a külhoni tudósítókra ugyanígy lehet tekinteni a magyar közszolgálati médiumok működése kapcsán. Nélkülük nem működne egyik médium sem, sem a televíziók, sem a rádió. Nélkülük nem kapnánk információt olyan távoli tájakról, amelyekhez nem jutnak el, nem jutnának el Budapestről a stábok, a kollégák, tehát rájuk elsődleges szüksége van a közszolgálatiságnak. Nélkülük nem lenne közszolgálati. A Filmszemlén, illetve az azt megelőző tudósítói találkozón elhangzott az is, hogy nagy fejlődés tapasztalható a külhoni tudósítók anyagainak minőségében. Persze mindent lehet még jobban csinálni, ezt mi magunk is tudjuk, de ez most egy nagyon jó sírre áll, és én úgy érzem, hogy nagyon sokféle műfajban, nagyon sok színes, érdekes filmet láthattunk, úgyhogy gratulálok az alkotóknak, és gratulálok a kollégáknak. A cél újabb műfajok és lehetőségek keresése annak érdekében, hogy olyan riportok, bejátszások, filmek szülessenek, amelyek megfelelnek a 21. századi televíziózás követelményeinek és lekötik a néző figyelmét. A díjkiosztást megelőző köszöntő beszédében Pásztor István külön méltatta a tudósítói találkozó házigazdája a Pannon RTV célra törő és értékes szerepét a vajdasági magyarság tájékoztatásában. A Pannon Rádió Televízió a vajdasági magyar közösségnek az egyik emblematikus intézménye. Egy olyan intézmény, amelyik nem túl hosszú múltra tekint vissza, viszont az a teljesítmény, amit az utóbbi években a létezése ideje alatt lerakott az asztalra, mindenféleképpen tiszteletet érdemel, és azt gondolom, hogy nem csak itt a mi közösségünkben, hanem az egész kárpát-medencei magyar világban. A mi számunkra a Pannon Rádió Televízió az egyik legfontosabb intézmény annak érdekében, hogy tájékoztassuk a közösségünket, annak érdekében, hogy művelődési tartalmakat juttassunk el hozzá, annak érdekében, hogy mozgósítsuk, annak érdekében, hogy erőt adjunk neki. A dokumentumfilmek kategóriájában első helyezett lett és 700 ezer forintot kapott Zsigmond Attila Ének a fák tetejéből című sikertörténete. A főszereplő Vaszi Levente 2014-ben nyerte meg a Fölszállott a páva közönségdíját, és ő az az ember, aki a pénzt ígérő ajánlatok helyett, a jó állást ígérő ajánlatok helyett hazatért szülőföldjére, tehát nem maradt Magyarországon, és
Egy kicsi eldugott gyémesi Csángó faluban, illetve egy Csángó faluban oktatja magyar történelem, a magyar táncra, magyar népdalokra az ottani Csángó nebulókat. Ez dolgozza fel a film, és pozitív példaként mutatja meg. Második lett Vörös T. Balázs 500 ezer forinttal jutalmazott Emlékmű helyett című alkotása, és a harmadik helyet egyben 300 ezer forintos pénzdíjat Berecki Tamás a Magyar Siratófal című filmje érdemelte ki. Külön díjat is 300 ezer forintot kapott a Pannon Televízió Kincses Ládám című produkciója. Ebben az irányban, ott az a két hegylánc egybe ölelkezik, tehát ott folyik át a Duna, és kicsit lejjebb, ugye Galambosznál kezdődik a vaskapu. Közben hétfő délelőtt a Pannon TV vágójában egy újabb epizódja készül a Kincses Ládánknak. Ez egy csapatmunka. Így van, ahhoz, hogy ez a műsor létrejöjjön, nagyon sok ember munkájára van szükség, úgy az operatőrökére, főleg. Szinte ők az egyik legnagyobb tényezője ennek a műsornak, hogy ők milyen képeket készítenek, azon kívül van egy hangtechnikusunk is, természetesen utána a vágásnál ott van a vágó is. Nyilván a műsorvezetőn nagyon sok minden múlik, hogy hogyan is néz ki ez a műsor. Hogyan tovább, mire ösztönöz benneteket ez a díj? Hogy minél több települést bemutassunk, minden több településre ellátogassunk, és nagyon sok olyan régióban, Vajdaságban még, ahol nem jártunk, és ezeket szeretnénk majd pótolni. Rövid film kategóriában Fábián Kornélia Tünemény című kisfilmje győzött, jutalma 400 ezer forint. Erre száll a meleg levegőm. Lefelé, össze-vissza vagy fölfelé. Ez a film egy három gyerekes családról szól, akik hát Erdély több városában laktak, míg nem rájöttek, hogy egyszerűen nem tudják fedezni azokat a költségeket, amivel jár a városi lét. És egy Csíkszeredához közeli faluba költöztek ki, azaz, hogy falu szélre. Ott építettek házat, sajátos módon, és ma úgy élnek, hogy nincsen villanyáram a lakásukban, de van béke, van csend és van boldogság. Második lett Szabó Attila, Szőnyeg alá söpört negyed című filmje 300 ezer forintos pénzjutalommal, és harmadik lett Bartók Csaba Mikulás napján, Szepsi határán 200 ezer forintos pénzjutalommal. A rövid filmek kategóriájában számos külön díjat is kiosztott a zsűri. A díjakat Pásztor István, a VMS elnöke, és Dobos Mennyhért, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezérigazgatója adta át. A tudósító találkozó pénteki napján lezajlott filmszemlét követő díjátadás egy laza mulatsággal ért véget, amikor is a Juhász zenekar ritmusára érezhették jól magukat a találkozó résztvevői. Ennyi fért a mai közügyekbe, de holnap is várjuk Önöket a híradó után.